A Velencei Tavi gyermek- és ifjúsági táborban rendezett évadnyitón a diákok az aktuál politikai kérdések mellett a leginkább őket érintő és mindennapjaikat a gyakorlatban is befolyásoló intézkedésekre voltak kíváncsiak. Nagyon színvonalas, tényleg nagyon sok információt tudunk kapni polgármester úrtól, alpolgármester úrtól. Nagyon sok olyan kérdést tudtunk feltenni nekik, ami minket diákokat érdekel, akár az iskolafelújításoktól, akár a erre való tervektől, hogy mi diákok hogyan tudunk számolni, akár a jövőben megtörténő buszmenetrendváltozásokon át, tényleg teljesen különböző témáktól, de mindegyik nagyon érdekes és nagyon informatív volt. A péntek délutáni beszélgetésen szóba került az oktatás kérdése, a kedvezményes buszbérletek témaköre, valamint a színházi előadások és az uszoda bezárás kérdései is. Mindemellett a fiatalokat leginkább az energiaválság és annak várható hatásai érdekelte. Hogyan érinti az ő mindennapjaikat, akár az iskolában, akár pedig az élet minden területén, sport, kultúra és egyéb más területen. Nyilván a közlekedés is szóba jött, hiszen nagyon pozitív volt számunkra is, hogy milyen sokan veszik igénybe és vásárolják meg a nagyon kedvezményes 280 forintos diákbérletet. Ennek a hosszabbításáról érdeklődtek a fiatalok, illetve a különböző buszjáratoknak bővítésének a lehetőségéről, de nagyon széles körű volt szerencsére az érdeklődés a fiataloktól, úgyhogy sok témát tudtunk érinteni. A sztereotípiákat megcáfolva a diákok a kezdeti megilletődöttség után ontották magukból az aktuálisabbnál aktuálisabb kérdés. A felmerülő problémákra a város vezetése ismét készséggel válaszolt. A jó hangulatú és hasznos beszélgetésnek hála a több éves hagyomány és diskurzus várhatóan a jövő évben is folytatódik majd.